most láttam a térképen, amikor néztem. Aha. Egész mélyen be lehet menni. Mélyen? Hát mit tudom, egy 5 méterre biztos. Hát nem, csak tartsad így egy kicsit. Ja, lefényképet? De megy most? De én nem látom. Azt látom, de... Nincs. Akkor azt se tudod, hogy mit... Csak éppen mit. Nem kell tudni. Jó, persze. Bárhol lehet. Ott középen tudom. Menj oda a lukhoz. Olyan mehet. Mosolyogjál. Állj lejjebb, igen, mert ott a... De látszik, teljesen látszik, hogy mögötted van egy fekete lyuk. Na így jó. Jó. Egy. Kettő. Igen. Most. Jó. Jó. Zsebre dugott kézzel? Jó. Mindjárt mondom a barlang nevét, hogyha otthon kérdezik, hogy hol voltál, akkor nehogy szégyenbe maradjál. Tessék ki is lépni. Ja, jó. Nézzed. Na látod. Oda nézd, milyen vízmosáson itt alattunk. Nézd ezt meg, Béluci. Itt aztán, amikor zápor eső van, itt ömlik a víz, 2 méter magasan. Bocs, én ennél lassabban nem tudom. Ez nálam a lassú sétba. Nem tud mi milyen tempóval megyünk az erdőt. Jó, visszafelé megnézzük, gyere. Visszafelé kegyetlenül megnézzük. Találd ki, hogy ez milyen nyom. Az átlagemberi kétre se veszik. Itt vannak a vadok. Vadvisznó, szarvas, mindenki. Ott mennek fel a szembe a túlóban. Látod, ott is látod jobbra a nézetni nyomot? Hogy így kanyarodik. Innen gyere ide. Igen, igen. Ide itt is néznek, ott a másik. Igen, igen. Ott a kis ősvény. Nem emberek. Ez is a vadnyom. Itt megy föl. Vadcsapásnak hívják. Rengeteg ilyen vadcsapás van. És sokan néha összekeverik, és azt hiszik, hogy gyalogösvény. Mert ez most tényleg úgy néz ki, hogy akár az is lehetne. Hát nem, de olyan. Itt is van. Itt egyfolytában jönnek-mennek. Látod itt lefelé? Tudod, miért van ennek ilyen sárga nyele? Így van, föntartja a víz. De még várjál, még így is kipróbáltam, hogy ez a legrégebbi, legnehezebb kamera, ez sokkal nehezebb, mint a tiéd, súlyba. És még rajta van egy pótakkumulátor, aminek még nagyobb a súlya. A tiédben te ott csak az a kis kocka aksi. Igen. Ebben meg van, majd megmutatom mekkora egy óriási. Miért kell? Hát mert én 4 órát vettek fel egybe. Hát de nem cserélem. 4 órát egybe. Csere nélkül. Te meg egyfolytában...
nem, ilyen izékre, ilyen 15 perces etapokra bontva rakom föl. Csak én a biciklire felszerelem reggel, mikor... Nem, én nem tudok, nem tudok és nem akarok vele foglalkozni. A memóriakártyát le, de a YouTube-ra föltöltöm. A YouTube-on megtalálod, onnan ismernek meg, mindenkinek mondom, hogy mondja, hogy találom meg a csatornádat? Hát mondom, arra egyszerű, Víg Balázs álnéven. Sose kérem találnád. Igen, de azt mondja, három Víg Balázs van fönned, igaz? Mondom, hánékül is három van, de várjál. Igen, ám csak a másik háromnak, vagy a másik kettőnek egy-egy videója van, hanem a másiknak kettő, nekem pedig 1600. Mondom, akinek 1600 videója van, az vagyok. Na, egyébként nagy videója vagyok. Igen. De szerintem már mondtad. Tudom, nézed a Gombos Edinát. Bödöcsöt. Igen, legnagyobb Orbán gyűlölő, azért szereted. Hát azért is. Jó, jó dumája van egyébként. Igen. Hát akkor... De várjál, most azt nem értem, hogy arra... Ja nem, az a tanúsmény, jó van, erre megyünk. Ja, látod, az a neve, bocs, ott ki van írva. Vadlánlik. Látod a felső táblát? Vadlán. Ha kérdezik, hogy milyen barlangnál álltál, Vadlánlik, és ott pedig a Miklós forrás, de mi oda most nem megyünk. Hát a lik az luk, persze. Azt nem tudom, mit jelent. Azt neked kéne, te vagy a sváb. Én honnan tudjam? Most nézd Béla, megint csak, hogy tanulj valamit. Ja nem, viccből mondtam. Hát mit tudom én, mivel nem ismerem a szó jelentését, meg az eredetét. Én tőlem... Hottentotta is lehet. Csak te az a vagy, te nem vagy. Hottentotta, te sváb. Vagy mondottam hát. Minden lehet. Minden lehet. Figyelj! Ott van a kép, mi elindultunk a zöld kereszten. A zöld kereszt folytatódna, de egy bizonyos jel, a háromszög mindig mit jelent? Minden. A csúcs. Mi most a csúcsba megyünk, ezért lett... Itt mit? Itt nincs semmi. Megyek simán rajta, hát fölsétálok odáig, de te ne sétálj. Ne? Én kedvelek téged becsinálni. Ja, bocs, így már értem, hogy mi a jó. Hát ez mi? Lehet? Ne menj tovább, ne menj tovább a kedvemért. Ne menj tovább. Ide nézzél, most. Egy. Várjál meg, és jövök vissza. Egy órán belül itt vagyok. Hát mindjárt átszakad egyébként. Azért nem ismerek alatta elmenni. El van már korhadva. Hát Péluci, ennek én örülök. Gyere, menjünk, haladjunk. Ezzel kezdtem. Jó, hát ez már annyira rövid, hogy... Figyelj! Igen? Na, tehát maradjunk akkor a jelzéseknél. A fő vonalak azok mindig az úgynevezett sáv. Tehát egy kék csík. Zöld csík. Piros csík. Az egy turistó. Erről letérő, összekötő, ilyen-olyan-amolyan jelzések vannak. De nincs így. Hát te ilyeneket fotózol. Ez olyan, mint ide az, csak te akkor még sose volt lehet. Egész életem ilyen helyen.
Nem fog látni belőle semmi a képen. Nem, nem, mert igen, mert nem tudom. Tehát ez csak a valóságban szép. Na, és hogy fejezzem be? Igen. Jó, hát most nem pazaroltad a nyersanyagot, úgyhogy semmi probléma. Igen. Így sose érünk föl, bármilyen. Hát tudom, hát most... Igen, jó. Na, megbeszéltük azt, amit tudtunk. Igen? Hagyj fejezzem be a jelzéseket, hogyha legközelebb mész az erdőbe. Igen. Igen. Na és kérlek szépen, látod, azt nem tudom, mert az egy jelöletlen út, de majd a térképen megnézem, hogy hova megy. És miért megy. Ú, bazd meg, felborult a pihenő. Béla, te csináltad? Fogadjunk, hogy te voltál egy ilyen vandál. Mit? Adta borítást? Tudom. Tudom, viccelek. Bár vandálok sok mindent csinálnak az erdőbe azért. Na látod, ez nekem tetszik például, ez a szikla. De ezt sem fotózom le, mert nem adja vissza. Igen. Na, és akkor még mindig folytatom. Tehát azt már megbeszél, a háromszög az mindig a... Ja, ilyen sífutóút is. Igen. Azt mondja, a negyedik állomás helység, ez a barlangok. Itt van a vadlánlik. Látod? Tehát jegyed meg, hogy vadlány. Úgy, ahogy mondod, vadlány. Lehet, hogy vadlány. Nem tudom. Ja, az van Edericsen. Te mondtad? Várj, itt vannak. Tessék, tényleg vannak vadlányok. Így van. Akkor bocs, akkor ez vadlányok. Csak miért nem úgy írják? Igen. Ez egy ilyen helyi legenda, hogy itt vadlányok vannak. Jó, olvasd végig. Én nem olvasom. Én gyorsan olvasok végig. Jaj, ezt is deutálom, bazd meg. De, hogy abban lelik kedvüket, elolvastam. Béla? Na, hát ezt nem akartam ilyen, mert én egy magas műveltségű... Hát persze, hogy végigolvastam. Hát jó, most mit csinál? Nem tehetek róla. Látod, ezt például utálom. Van egy szabály most már régóta az erdőbe, ami szemetet magaddal vittél, legyen ott bármi. Ha egy tele sorosdöböt fel tudtál hozni, akkor egy üresdobot nem tudtad. Tehát miért hagyja itt így látos, hogy elegánsan összekötve? Megmondja, mi lesz a sorsa? Ő azt hiszi, hogy ezt majd valaki elviszi. Miért vinni? Nincs itt takarító szolgálat. A vaddisznó szét fogja tépni, és itt szét fog minden szórolni. És ilyen embernek az összes kezét elviszi. Összes kezét. Ezt utálom. Ez a szikla szenzációs. Abba, ott is van, látod, ott is van egy lik. Nézd, ott laknak a vadlányok, gyere, megmutatom. Ott most egy kis nézet. És azt mondja, hogy benned akarja kezdét lelni. Béla, jövünk visszafelé, ne menjél már vissza. Hát bazd meg. Jó, akkor most én elindultam, fönn találkozunk a csúcsba. Jó, csak én nem tudok így túrázni, ne haragudjál. Vagy megyek, vagy nem megyek. Tehát nálam ez a három verzió van. Na mindegy, érdekelnek a vadlányok? Már kettő is kinézett ott a lukon. Egyik jobb, mint a másik. És mind a... Ja, és azt mondják, most szóltak nekem, hogy benned akarják kedvüket lelni. Ott vannak a lukak. Gyere idébb. Erébb. Ott nézett ki az előbb a csaj. Ekkor. Na. Vadlány. És most már láttad, hogy miért nem jöttem elektromos biciklivel? Mert itt... Ne, ja, bocs, ez van, amit meséltem neked, itt bárhol leteleszed a biciklit, soha nem ütjes. Soha. Addig, amíg fölmész, meg lejössz, addig nem. Nem tudom, hogy három hét múlva itt lenne-e, egyébként lehet.
De ez már az a meredekség, csak úgy mondom neked, ja, főleg ott, hogy ott már semmivel nem hagytad föl, cross motorral sem, ott. Ott már semmivel. Most azt hagyjuk, technikailag. Nem szabály szerint, hanem technikailag nem tud fölhagyni. Szabályok engem nem érdekelnek. Figyelj Béla, elmondtam neked tegnap. The rules doesn't matter, we are Hungarian. A szabályok nem számítanak, mi magyarok vagyunk. Várjál, maradj ott egy kicsit. Nehogy megüsselek. Mi? Most mit ne? El szoktam rakni. Mert az akadályt el kell rakni az útból. Az utad azért van, hogy tiszta legyen. Hát most a halott meg ott hagyjuk, de látod, tegnap a halom voltál. Fölháborodva. Most meg nem érted, hogy miért rakom el a... Nem mindent fogok elrakni, mert azt már nem tudom. Képzeld el, amíg itt léhegünk, lassan gyere, most nyugodtan jöhet lassan. Csak ne állj meg fényképezni. Hogy biológia, láttad, hogy a szemed előtt így lebegnek a muslincák? És nem megy, nézd, így el kell hessegetni, nem megy el onnan a szemed előtt. Na, azt mondom. Azért csinálja, két okból. A tüdőből kilélegzett párát keresi, ezek vizet keresnek most. A szemedben meg csillog a könny. És bele akar repülni a szemedbe. A lovaknak a szemébe bele is repül. Tehát egyfelől vizet keres, másrészt a csillogást, harmadrészt a vízpárát, ami a leheletből jön ki. És egészen addig nem megy el, főleg, hogy ilyen lassan mész, amíg így az arcod elől, így el nem hesegeted. És én ettől néha falra mászok. Ugyanis megmondom, mi a baj, hogy sokszor tolom a biciklit, és az mind a két kéz kell. És nem tudom így hesegetni a... De most komolyan, mert most ez én nem értem, miért ijedtél úgy meg, hogy elrakok egy fát? Az mi volt olyan rémisztő, hogy majdnem sírtál? Jó, csak nem azt mondtad, hogy hagyjad, nem baj, hanem jaj, ne, hogy arra, jaj, úristen, nehogy elrakd. Miért? Már megbántod, hogy nem hoztál cipőt, mi? Akkor jó. Én meg tudod, mikor fogom megbánni? Lefelé, ja. Most nekem semmi bajom. Tudok ebbe menni.
Lassan gyere, ne próbálj meg utolérni. Mert akkor jobban kipáradt. Mindig a saját tempódba. Pihenjél. Vedd elő a cigarettát. Gyújtsál rá. És lassan gyere. Barátom? Ő? Ő lemaradt, igen. Erős dohányos, szóltam neki, hogy egyenlőre három dobott cigit. Gyorsan szívja el, és akkor sokkal jobban fog menni.